Képeslapok, huszárruhák, tárgyak, melyek a Frigyes laktanya épülését, hanyatlását, majd új tündöklését prezentálják. Az egykori katonai szállás, melyet ma Leier City Center néven ismernek a győriek, 114 éves történelemmel büszkélkedhet. Ebből az egy évszázadból nyílt kiállítás az Irodaház 4 termében. A tárlaton a felújítási munkák közben előkerült erekék is megtalálhatóak, de az összegyűjtött anyag nagy része magánszemélyek, egyesületek, civil szervezetek és a múzeumok tulajdonát képezik. A laktanya története az 1891-es előzetes helyszínrajzokkal indul, és meg sem áll 2011-ig, amikor az épület együttes már egy modern köntösben pompázik, a belváros szívében. A hagyományozó egyesület tagjai közül nagyon sokan nyújtottak segítséget nekünk, hogy ez a kiállítás létrejöjjön. A kiállítást azért tartom fontos dolognak, mert megszólítja Győr lakosait és a polgári embereket is. Nem csak katonai kiállításról beszélünk, hanem az 1800-as évek elejétől Győr polgári lakosi életét is bemutatjuk a tárlatban. A valaha tisztikaszinóként szolgáló intézményben látható kiállítás október végéig, 2-től szombatig várja az érdeklődőket Nádorvárosban egy valódi időutazásra.